3 méter 30 centiméternél magasabb jármű nem hajthat keresztül a vasúti felüljáró alatt. Ez jól olvasható a táblán. Ennek a kamionnak a vezetője ezt nem vette figyelembe. Beszorult a híd alá. A szabadkai csokoládégyárnál a figyelmetlenség miatt órákig leállt a vonatok és a személyautók közlekedése is. A daru letört, az aluljáróban pedig tetemes kár keletkezett. Došlo je do naleta, znači autodizelice koja je bila višlja nego što dozvoljava konstrukcija mosta i do oštećenja mostovske konstrukcije i pomeranja oba koloseka. Znači tako da je došlo deformacije i do na beogradskoj pruzi, morali smo da obustavimo saobraćaj. A teherautókat tavaly december 1-e óta kitiltották Szabadka belvárosából. Azóta kénytelenek kerülni. A most megrongálódott vasúti felüljáró is az alternatív útvonalon van. Már több jármű is fennakadt rajta. Nažalost, ovo nije prvi put da se desilo, ali ovo najteži za sada slučaj s obzirom na dimenzije vozila, kažem auto dizelice koje po svojoj konstrukciji prilično teška i velika. Ranije nam se dešavalo da prolaze šleperi i kamioni koji su bili također van gabaritni, ali s obzirom na njihovu konstrukciju nije bilo većih oštećenja, to jest nije bilo uticaja na kolosak. A vezető figyelmetlensége miatt több órára leállt a forgalom a vasúti aluljárónál. A Belgrád-Szabadka vasútvonalon egy teher és két személyvonat órákon keresztül vesztegelt.